Gál András a festészet gyökereit keresi. Monokróm, azaz egyetlen színnel készült képeivel a festő valódi dolgára kérdez rá. A táblakép színe, formája, mérete, a térhez való viszonya érdekli. Augusztus 15-én a B32 Galéria és Kultúrtérben Új munkák címmel nyitották meg kiállítását. A művész változtatott technikáján, így Újbudán nem olajképeket, hanem kisméretű akvarell munkákat láthatnak az érdeklődők. Már gimnáziumba e felé orientálódtam, vagy ez érdekelt inkább. Tehát, hogy nem a mit, hanem a hogyan fessünk, vagy azt a spektrumot kihasználni, hogy hogyan lehet az anyagot fölvinni a különböző felületekre. Amikor készültek a munkák, David Bowie-t hallgattam elsősorban, meg Brian Eno-t, és hát ez számomra leginkább amióta meghal David Bowie, azóta nagyon fontos, és minden egész nap azt hallgatom, úgyhogy ez egy ilyen valahogy összekapcsolódott, de hát persze elsősorban az, hogy fontos volt számomra, de hát a festészetemre ilyen értemben nem hatott, bár ő is foglalkozott képzőművészettel. Gál Andrást már pályája kezdete óta a színfestés, a nonfiguratív ábrázolás izgatja. Alapvetően az anyag, a struktúra összefüggéseit keresi műveiben, és ahogyan Malevich, a stílus orosz képviselője a múlt század elején megfogalmazta, az igazság az igazságkeresés, és nem az ábrázolás a legmeghatározóbb számára. A monokrom festészet az több mint már 100 éves, hogyha Malevich fehér alapon fekete négyzetét vesszük, ez 1915-ös munka, és azóta nagyon sok víz lefolyt különböző folyókon, úgyhogy főleg az amerikai festészet, ami hatott rám a 40-es, 50-es évek amerikai festészete, és ehhez tértem vissza itt ezekbe az akvarelekben, mert a Mark Rothko volt a nagy etalon számomra. Gál András új munkái akvarell képek, és jóval gyorsabban, könnyedebben készültek el, mint korábbi nagyméretű olajfestményei. Az akvarell technikában sok esetben a véletlennek is nagy szerepe van. Ez a könnyedségéből adódik, és a pillanatnyi, olyan, mint amikor a fotópapír előhívódik. Tehát, hogy nagyon gyorsan történik ez az akvarellel, az ecsettel való húzás, és utána sok véletlen jelenik meg benne, amit abban a pillanatban nem is érzékel az ember, amikor felszívódik a víz. Tehát egy ilyen nagyon könnyű anyag. A véletlennek a tologatása, vagy avval való játék, az biztos benne van. Hát azért 30 év tapasztalatából azért nagyjából tudom, hogy mi hogy fog történni a felületen.